Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink, ez a Szóban forgó, Szarvasváros önkormányzatának közéleti magazin műsora, és most már mindannyian tapasztaljuk, advent idejét éljük, a várakozás, az elcsendesedés időszaka, hát persze kinek-kinek, de én azért abban bízom, hogy Önöknek ez a mostani napoknak a legfontosabb jellemzője, és hát szükségünk is van erre az állapotra, amikor elmélyülünk és egy kicsi megnyugszunk, és a családunkra és a hitéletünkre gondolunk, mert na mindjárt kezdjük is azzal, hogy megkérem Pentaler Attila református lelkészt, hogy az első gyertyát legyen kedves és gyújtsa meg, a másodikat advent második vasárnapján Ön fogja meggyújtani majd. Köszönöm szépen, köszöntöm Önt, Isten áldja meg Önöket. A református köszöntéssel kívánok mindannyiuknak áldást és békességet. Bizonyára érezzük, hogy ez mind a kettőre, az áldásra, a békességre is nagyon nagy szükségünk van. És úgy vasárnapról vasárnapra meggyújtjuk az adventi gyertyákat, ezzel is kifejezzük, hogy várunk valamire. Várjuk, hogy egyre nagyobb legyen a fény, egyre nagyobb legyen a világosság, ahogy Jézus mondta, hogy a világ világossága megérkezzen és eljöjjön ide közénk, hiszen adventet várakozással töltjük, de azért várjuk, mert tudjuk, hogy valaki eljön, és az advent valójában ezt jelenti, az eljövetelt, az Úristen eljövetelét hozzánk. Igen, hát azt gondolom, hogy minden olyan időszakban, amikor forrong a világ, és hát ezt most tapasztaljuk, akkor sokkal könnyebb helyzetben vannak a hívő emberek, mert ők a lényegre tudnak koncentrálni. Azért én nem zárnám ki ebből a nem hívő embereket is, hiszen nagyon sokan a nem keresztények közül is nagyon jól tudják, hogy a lényegre koncentrálnak. Nemrégiben mondta egy nagyon fiatal, hát hozzám képest nagyon-nagyon fiatal embertársunk, hogy ő például semmit nem tud úgy tenni, hogy ne várjon rá. Tehát, hogy mindig van előtte valamilyen cél, annak a beteljesülését nézi és várja. Valóban nagyon nehéz napjainkban csendben lenni, hiszen bárhova megyünk, zörej hallatszik az utcán, különböző zenék szólnak a bevásárlóközpontokban, az üzletekben. Nagyon nehéz megtalálni kívülről is a csendet, és akkor valójában bennünk kéne megtalálnunk a csendet. Ehhez szeretnék is felajánlani Önöknek egy nagyon szép és minőségi alkalmat. Advent második vasárnapján, a városi gyertyagyújtás, bocsánat, harmadik vasárnapján, 17-én a városi gyertyagyújtás után 17 óra 15 perckor a fűtött református templomban szeretnénk Önöket megajándékozni egy zenés irodalmi esttel, melyen a Four Hands Band és az Alföld Kvartett szolgál majd Önök közöttünk, és közismert és elismert költőink versei Ady Endre, Nagy László, Dzsida Jenő, József Attila, Ürögdi Ferenc szólalnak meg, és hát lesz egy meglepetés is, egy kiváló kortárs szerzőnek a műve is el fog hangzani és fel fog csendülni. Szeretné ezt a hangversenyt, irodalmi estet gyülekezetünk ajándékként adni Önök felé, tehát nincs belépődi, jöjjenek el, a templom fűtött lesz, nem fognak fázni, és szeretnénk ezzel megajándékozni Önöket, és ennek az esnek a címe, hogy díszítsétek a szíveteket, többször elő fog kerülni benne a csend, és milyen fontos, amire Lucia már többször is utalt, hogy el tudjunk csendesedni, hiszen a csendben már annyira le tudunk halkulni, le tudunk nyugodni, hogy már nem is a magunk zakatoló gondolatait halljuk, hanem a csendben meg tud szólalni bennünk Isten, és egészen más megvilágításban láthatjuk önmagunkat és a környezetet, azt a kort, amelyben élünk. Úgyhogy szeretettel várjuk és hívjuk Önöket. Köszönjük szépen a meghívást, amennyiben lehetséges, és reméljük, hogy nem lesz akadály, akkor elmegyünk. December 17-én 17 óra 15 perc, és hát ki ne tudná, hogy a helyszín a Vasút utca 66 számú szarvasi református templom lesz. És azért említettem az előbb, hogy a hívő embereknek, minthogyha kedvezőbb lenne az az élethelyzet,
élet, amit mások enélkül élnek meg, mert egy lakótársunkkal elmélyült ebben beszélgettem, és hát már nem a tini korosztályhoz tartozik, és azt mondta, hogy az a világ, amit most mi megélünk, az annyira zajos, zűrzavaros, és nehéz benne kiigazodni, és nem látjuk a kiutat sokszor, hogy ő nagyon örül neki, hogy idősödik. Tehát, hogy halad valami felé, és ez nem a vég, mert az egy átmeneti állapot a hit szerint, és a meggyőződés is ez, hanem ennek, amit így zűrzavarosnak és sok esetben nehéznek érzünk, az számára egy kiút, és egy megnyugvás lesz, és egy öröm. Tehát ezért gondolom, hogy a hívő embernek nem csak a szeretet ünnepe, vagy az ajándékozás ünnepe, vagy a fenyőfa ünnepe, ahogy régen mondták, hanem ugye Jézus Krisztus születésének az ünnepe. És ez egy nagy reménység. Gyakorlatilag karácsonykor Jézus eljövetelét ünnepeljük, az, hogy az Isten, akiről Jézus azt mondta, hogy Isten a lélek, akik imádják, szükséges, hogy lélekben imádják, tehát az Isten emberi testet töltött fel, Isten fia Jézusban jelent itt meg közöttünk, tehát hadd mondjam így csúnya magyarsággal, hogy megtestesült, inkarnálódott, és vissza fog jönni. És ebben a köztes időszakban, amíg Jézus visszajön, hát szeretné, hogy a keresztény emberekben, önben, bennem, a Krisztus hívőkben jelenjen meg, és legyen idézőben kézzel foghatóvá, érzékelhetővé Jézusnak a kereszthalála és feltámadása. Mindez mit hozott a számunkra? Utalt már arra Lucia, hogy a keresztény embernek vagy a hívő embernek könnyebb. Olyan értelemben minden bizonnyal, hogy látjuk a célt, tudjuk, hogy mi a cél. Nem bizonytalan, hogy mi vár majd ránk. Beszél erről az Új Szövetség több helyen, például, hogy nincs itt maradandó városunk, mi az eljövendőt várjuk. Tudjuk, hogy egyre inkább a földi életünkben is Isten felé közeledünk, ahogy engedjük akár a Bibliát olvasva, elcsendesedve, imádkozva, szolgálva, misén, Isten tiszteleten, nem csak testileg, hanem lélekben is jelen léve. Ez megint a legszebb magyaros kifejezés volt. Egyre közelebb kerülünk, közeledik felénk Jézus, advent van, eljövetel, mi is közeledünk felé, és reméljük, hogy minél valóságosabb lesz ez a találkozás. És az, hogy valaki tudja a célt, ez nagyon nagy reményt tud adni, akkor is, amikor nagyon nehéz időszakokat élünk meg. És ha visszagondolom középiskolás tanulmányainkra legalábbis, mi még tanultuk Homéroszt, Odüsszeiát, Iliászt, ráadásul Nora közé Gyula tanár úr az egyik legkiválóbb görög-latin műfordító volt, akinél tanulhattam irodalmat, és tudjuk, hogy Odüsszeusz 20 esztendőn keresztül vándorolt, nagyon sok viszontagságon ment keresztül, de látta maga előtt a célt, hogy haza akar érni, tudta, hogy otthon a felesége, fia várja, és akármilyen megpróbáltatásokat szenvedett el, ez, hogy világos volt előtte a cél, hogy miért ért, miért küzd, miért tart ki a nagyon nagy megpróbáltatások között is, ez tette elviselhetővé számára az utat. És hogy ne 2000 éves, hanem múlt századi példát említsek, a II. Világháború végén, amikor az orosz vagy szovjet csapatok már Németország területén voltak, és közeledtek a náci fogolytáborokhoz és a haláltáborokhoz. Különös dolgot fedeztek fel ekkor, akik a táborban voltak, hogy azok a raptársaik is, akik addig féltek, elkezdett múlni a félelmük. És mivel tudták, hogy már csak néhány hét, hogy felszabadítsák a tábort, és itt jön az emberileg talán nem annyira érthető, még a halált is készek voltak vállalni, mert tudták, hogy ennek a borzalomnak és szörnyűségnek vége lesz. És többek számára a halál felvállalását és a bátor kiállást inspirálta az, hogy tudták, hogy már csak néhány hét.
és vége lesz a borzalomnak. Nagyon sokat jelenthet, amikor tudjuk, hogy mi a cél, és tudjuk, hogy Jézus eljön, Isten országát hozza el, de ráadásul úgy hozza el, hogy közben azt akarja, hogy mi itt ezen a földön építsük az ő országát, és mutassuk meg, mint egy alternatív közösséget ennek a világnak, hogy mit jelent Istennel kapcsolatban élni, Istenre nézve, Istenre figyelve élni. Ugye olvassuk a Szentírásban, hogy ne féljetek. Tehát ez egy nagyon nagy megnyugvás, hogy ezt kapjuk, hogy ne féljetek. És ugye János apostolnál olvassuk, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is örökké él. Tehát ezek olyan világos, egyértelmű kijelentések, amelyek sok esetben valóban a félelem ellen dolgoznak, legyen ez bármilyen félelem. Azt gondolom a mi világunkban, de biztos, hogy a korábbiakban is, csak talán most egyre többen vagyunk a földbolygón, és egyre erőteljesebb konfliktusokat élünk meg, és ha ezt vesszük alapul, akkor bizony nagyon sok emberben komoly félelmek fogalmazódnak meg. Ilyenkor is a hívő ember számára egy megnyugvás az, hogy de ott van, hogy ne féljetek. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha ilyen lelkülettel bírunk létezni, akkor ha reggel fölébredünk, akkor egyrészt hálát adunk, hogy megéltük, fölébredtünk, és ugye ez manapság nem egy hajánál fogva előrángatott gondolat, hiszen mögöttünk a Covid időszaka, és bizony nagyon sokan vagy szenvedések árán, vagy egy hirtelen halállal, de eltávoztak közülünk. És akkor ott van az ígéret. Hát értelmetlen dolog azt mondani valakinek, hogy ne féljen, amikor nem fél. Tehát nagyon sokszor elhangzik ez, illetve olvashatjuk a Bibliában Istennek ezt a bátorítását, hogy ne félj. Nyilván olyan szituációkban mondja Isten, amikor érzékeli, hogy akivel beszél, akikkel terve van, azok bizony félnek és rettegnek. Ugye az nagyon nehéz nekünk, hogyha azt mondja önnek valaki, hogy ne gondoljon arra, hogy esik kint a hó, nem tud nem arra gondolni, azonnal azon kezd el járni, esik kint a hó. És azt mondják nekünk, hogy ne félj, hát mondjuk, hogy köszönjük szépen, de hát pont ezzel küzdök, hogy ne féljek. És Isten nem olyan dolgokat mond nekünk, ami megvalósíthatatlan, hanem megadja hozzá a kulcsot is. Például a Zsoltáros így imádkozik, ha félnem kellene is, én bízom benned. És miközben Isten mondja, ott felkínálja az egyik kezével, mintha átnyújtana, hogy ne félj, a másikkal felkínálja, jó, most döntsél, hogy bennem bízol. Kire nézel? Mire nézel? Egy nagyon régi kísérlet volt, amikor egereket és macskákat elválasztottak egy ketrecben egymástól egy üvegfallal, és nézték, hogy az egerek hogy viselkednek, tehát egyik egérben sem tudott kárt tenni a macska, de gyakorlatilag folyamatosan nézték a félelmetes macskát, és elpusztultak. Isten felszabadít bennünket arra, hogy vegyük komolyan a veszélyeket. 10-20 ezer ember naponta érkezik Ukrajna felől, menekülnek a borzalmaktól, a háború, a tél, a halál, a szenvedés elől. Halljuk Ukrajnából, halljuk a Közel-Keletről a háborús híreket, a mérhetetlen szörnyű embertelenséget. Tudjuk, hogy lövöldözések vannak a déli határ. És áldozatok is. Túloldalán, és hogy azok, akik magyar részről ott vannak, azokat csapágygolyókkal lövik, tehát gyakorlatilag életveszélyben vannak, akik védik a magyar határt. Tehát az erőszak fizikai közelségben van, nagyon, nagyon közel került hozzánk. Érthető, hogy a szorongás, a félelem, a bizonytalanság bennünk van. Nem tudjuk, hogy mit fog hozni a jövő, tehát hogy alakul a világnak, Európának a sorsa. Arra sem számít, nagyon kevesen számítottak arra, hogy a szomszédunkban háború fog kirobbanni. Valószínűleg, hogy elhittük már saját magunknak, hogy az emberiség meg tud javulni, és hogy Európában már ilyen nem történhet meg, és ebben az illúzióban
hamis biztonságában éltünk, és nagyon kijózanított ez a szörnyűség itt a közelünkben, hogy nem, az emberi szív gonoszsága az nem változott. Akkor változik meg, ha engedjük, hogy az az Isten fiú, aki Jézusban itt élt közöttünk, megérkezzen személyesen hozzánk a szívünkhöz, hogy a bennem levő erőszakot, rossz indulatot, gőgöt, hiúságot ő a kezébe vegye, és a kereszt halálának a gyümölcsével, a bűntörlő vérével megbocsássa. És még ez mindig kevés lenne számunkra, mert ahogy kérdeztem iskolásoktól, hogy képzeljétek el, hogy most itt megjelenne egy angyal, Isten küldötte, és azt mondaná, hogy na Pentaller Attila, a kicsengetésig minden bűnödet megbocsátom, hogy milyen jó lenne nekem. Csend volt, és hamarosan megszólalt egy gyerek, hát ezzel nem sokra menne. Hát csodálkozva megkérdeztem, miért nem mennék sokra? Hát milyen nagy dolog, hogy 50-valahány év bűnei el vannak rendezve. Mosolyogva azt mondta, a szünetben úgyis vétkezne. És nagyon igaza van. Nagyon igaza van. Tehát az óriási dolog, hogy nagy terhek lekerülnek, leszakadnak rólunk, nem kell tovább bírnunk. De alapjaiban ez csak könnyebbé teszi az életünket. Az akkor oldódik meg, amikor már nem kell vétkeznem. Ez nem azt jelenti, hogy bűntelenekké válunk, de megváltozik az attitűdünk, ahogy önhöz viszonyulok, Árpihoz, a többi embertársamhoz, hogy megváltozik a szívünk, és ez meg Jézus feltámadásának a csodálatos ajándéka, amit így fogalmaz az új szövetség, illetve már az Ószövetség is, hogy új szívet adok nektek, új lelket adok belétek. És ugye adventben készülünk Jézus eljövetelére. Most nem kezdem el mondani a katolikus liturgiában a rorátékat, a hajnalban a hajnalvárást, a fényvárásnak a liturgiáit, hogy ennek mi volt a szimbóluma. Az adventi gyertyánk is kifejezi, hogy egyre több gyertya világít, egyre nagyobb lesz a világosság, hogy a világ világossága Jézus jött el, hogy egyrészt bevilágítson a szívembe, meglássam, mi van ott, de mindezt az ő kereszt halálának a tükrében, hogy ne rokkanjak abba bele, amit ott látok, és merjem rábízni az életemet. És így, amire ön már utalt több bibliai idézet kapcsán is, hogy Jézus azt mondta, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, hogy már itt valóság legyen számomra, hogy egy más minőségű élet kezdődött el bennem. Nem azért, mert én jobb lennék, mint a másik ember, nem azért, mert én jobban be tudnám tartani az Istennek törvényét, akaratát, nem a teljesítményemért, hanem Istennek egy csodálatos ajándékaként. És sokan imádkoznak ezért a világon, hogy minél több ember ébredjen erre rá, hogy... De a hit nem mindenkié. Hát a hit ajándék. De a hitben azért van egy tudatos döntés is, hogy akarok-e hinni. Ugye nagyon sokszor mondtam, hogy nem tudok hinni, utólag mondtam, hogy hát ez valójában egy önbecsapás volt, mert a hit az nem tudás kérdése, hanem akarat kérdése. Akarok-e hinni? Jézus egy közel 40 évvel beteg embert látott, megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni, annyira bárgyúnak tűnik ez a kérdés. Hát valaki 38 éve beteg, hogy ne akarna meggyógyulni, és ez az ember nem azt mondta, hogy persze, hogy meg akarok gyógyulni, hát azért járok az STK-ba, vagy bocsánat, a Szent Klára gyógyfürdőbe, akkor azt Betesdának hívták már 38 éve, ez lett volna a természetes válasz. És hettem, hogy hát uram, hát nincs, aki bevigyen a fürdőbe, nincs, aki bemegyen a gyógymedencébe. És kiderül, hogy ami kívülről természetes, az belülről nem. És Jézus meggyógyította ezt az embert, de a kérdés az, hogy akarsz-e hinni, akarok-e hinni, akarom-e Jézusra bízni. Ez egy filozofikus kérdés, mert az, ha valaki kijelenti, hogy ő nem hisz, hát az egy komoly hit. Tehát az egy ugyanolyan hitvilágba tartozó kijelentés, mint az, hogy valaki hisz Istenben. A nem hit is hit. Igen, de egy nagyon megterhelt filozófiával, ideológiával, nagyon megterhelt társadalomból jövünk. Mi nagyon sokan, ugye a 20 évesek, vagy az 30 évesek itt még körülbelül azért nem abban a rendszerben születtek, amikor gyakorlatilag a csapból is az folyt, hogy ateizmus, materializmus, a tudósok bebizonyították, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan, és én is akkor éltem, velem együtt,
bocsánat, ezt hallottuk állandóan, átmosta az agyunkat, hogy... Nekem úgy egyik fülemben. Jó, hát Lucia egy ilyen különleges ember. Különleges ember. Család, nem, csak mert ugye a korszellemben benne vagyunk, és a korszellem hat ránk. De nagyon sokan, és hadd szólítsam meg önöket, akik azt mondják magukról, hogy ők ateisták, tehát, hogy nem Isten hívők, bármi másban hisznek, hihetnek, földben, égitestben, bármiben, kövekben, gyógynövényekben, tehát nagyon-nagyon sok mindenben, de azt mondják, hogy ateisták. És van, aki azt úgy érti az ateizmust, hogy ő semmiben nem hisz, számára csak a tudomány, a kézzel fogható ez a valóság. Van, akire, hogy gondoljanak vissza önök, akik, és tisztelettel mondom, hogy a tudományban hisznek, hogy mi történt a Covid-járvány alatt. A tudós társadalom egyik része azt mondta, hogy oltatni kell, a tudós társadalom másik része azt mondta, hogy nem kell oltatni, és mind a kettő a tudományra hivatkozott. És nem, bocsánat, hát ilyen mezitlábas tudósokról van szó, hanem nagyon-nagyon neves világszerte elismert szakemberekről. A tudományban hiszek, jó, de melyik tudósnak hiszek? Vagy gondoljanak abba, hogy amikor azt mondják, és ezt őszintén állítják önök, hogy csak az a világ létezik, ami itt van, és hogy ami bebizonyítható, az a valóság, ami kézzel fogható, ami érzékelhető, az a valóság. Kérem, gondoljanak arra, hogyha egy kicsit visszamennek a gondolataikban, hogy mindez mire épül. Mert hogyha őszintén visszamegyünk, ez legyen kereszténység, buddhizmus, hinduizmus, legyen mohamedán, vagy bármilyen törzsi vallás, vagy ateizmus, ha mindig végig megyünk, vagy így vissza-vissza bontjuk, akkor kiderül, hogy van néhány axióma, amit nem tudunk bizonyítani. Azt elfogadjuk. És az ateizmusban is megvannak ezek az axiómák, most nincs időnk ezt részletesebben, vagy nekem nincs, úgy érzem, részletesebben kifejteni. Megvannak az axiómák, amit, bocsánat, valóságnak vesznek az ateisták. Azaz, valláshoz szóval így mondjuk, hogy hisznek benne, bíznak benne, arra épül az ateizmusnak a hitrendszere. Mi valljuk, hogy igen, a kereszténységben van ilyen, az Istennek a kijelentése, az Istennek a léte, amelyet valóságnak veszünk, és mivel valóságnak veszünk, hiszünk, bízunk benne, engedjük, hogy hasson az életünkre, ezért tapasztaljuk, nem csak azt, hogy ennek pozitív hatása van a mindennapjainkra, hanem azt is tapasztaljuk, hogy egy valóságos, létező személlyel kerültünk kapcsolatba, aki számára fontos a mi sorsunk. Gondoljanak arra, hogy akár vagy hadd vegyek a politikai életből egy példát. Mit fejez az ki, hogy egy politikus legyen, egy miniszter, elmegy saját maga egy megbeszélésre, vagy elküldi a helyettes államtitkát, elküldi egy osztályvezetőt, vagy elküld a minisztériumból egy, hát bocsánat, ezt nem tudom másképp mondani, egy ügyintézőt. Mit fejez ki, hogyha személyesen megy el? Úgy gondolom egyértelmű számunkra azt, hogy vagy az ügy fontos számára, vagy azok nagyon fontosak, akikkel ő ott találkozhat és beszélhet. És Isten nem angyalt küldött hozzánk, hanem a saját fia jött el, és ezzel kifejezi, hogy egyrészt a világnak az ügye, másrészt az önök élete mennyire fontos számára annyira, hogy kész volt a fiát elküldeni, és tudta, hogy ha a fia eljön, és rátekintve hűséges lesz hozzá, akkor a fiának nagyon nehéz élete lesz. Végigéli azt a sok fájdalmat, szenvedést, amely itt van korunkban is, amely jelen van az életünkben, és ezekkel együtt, és az emberiség rossz indulatának, bűnének, függőségének következtében oda kerül majd a Golgota keresztjére, ahol kínok között meg fog halni. És amikor ott volt a pohár, és megszólalt Jézus, és azt mondta, hogy Uram, távolítsd el tőlem ezt a poharat, mert érezte a súlyát annak, hogy most mi fog történni, és akkor azt mondta, hogy mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Tehát egy hihetetlen önfeláldozás történt, olyan, amilyet egyébként senki más nem tudott végbevinni. Tehát azt gondolom, hogy aki ezt átgondolja, magáévá teszi, és utána ennek megfelelően éli a mindennapjait, az teljesen más ember, mint annak előtte. De ön mit gondol, hogy a fiatalok vajon
mennyire tudnak ezzel a lényeggel foglalkozni? Nem sodorja őket nagyon a világ? Hát őket ugyanúgy sodorja a világ, mint ahogy bennünket sodort a világ. Tehát úgy gondolom, hogy ez idéz, hát ez ennek a világnak a természete. Tehát a gondolkozásunkat formálja az, hogy kik voltak a pedagógusaink. Tehát nem véletlen, hogy a múlt század első évtizedeiben a Budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumból olyan kiváló tudósok kerültek ki, akik közül az egyik azt mondta, hogy hát ő elment Németországban, tanult több egyetemen, de az egyetemi képzés neki csalódás volt a középiskolás fizika és matematika után. Tehát nyilván egy olyan szellemiséget, olyan látásmódot adtak, vagy hadd utaljak arra, amikor a Műszaki Egyetemet elvégeztük, beszélgettünk, hogy mit adott nekünk az egyetem, és valahogy ez fogalmazódott meg ott néhányunkban, hogy nem a tudásanyag, hanem a szemléletmód volt, ami nagyon sokat jelentett, amit ott az egyetemen kaptunk az oktatóinktól. Természetes, hogy sodorja őket a világ, hát ebben élnek a médiából, mindenhonnan valami egészen más folyik, mint ami a kereszténység lenne, vagy a Bibliának az üzenete, vagy a tiszta erkölcs lenne. Tehát ilyen értelemben érthető, hogy viszi sodorja őket a világ. Én úgy gondolom, remélem, hogy nem rosszul, hogy a mi feladatunk, keresztények feladata egyrészt kifejezni azt, hogy mi tiszteljük őket így is, ahogy ők vannak, ahogy ők gondolkoznak, és kérdéseket állítani eléjük. Tehát nem ilyen imperatív azt, hogy csináld ezt, mert különben baj lesz, meg majd milyen ítélet szakad rá, hanem valamilyen szinten belépni az ő gondolkozási rendszerükbe, és az ő gondolkozási rendszerükön keresztül feltenni számukra kérdéseket. Ez úgy gondolom, hogy egy legnehezebb feladat, nem csak a fiatalok, hanem mindannyiunknak a saját korosztálya felé is így viszonyulni, és nem nagyon hangosan mondani a keresztény tanokat, amik lehet, hogy igazak, de például többször említettük a bűn kifejezést, és hogyha megkérdezhetnénk, vagy lenne rá lehetőség, hogy akik nézik ezt a műsort, mit értenek ez alatt, vagy értik egyáltalán, lehet, hogy a többségük azt mondja, hogy nem tud mit kezdeni a bűnnel, hiszen hát kimondhatja meg azt, hogy mi a bűn. Megkérdeztem középiskolában, azonnal válaszolta a diák egyedül én. És így van, a posztmodern korban ez van benne, hogy nincsenek ilyen nagy világértelmező elbeszélések, ezeket a posztmodern mind kidobta, tehát akár a Bibliát, akár más ilyen teremtéstörténetet, vagy világkeletkezés, vagy valami erkölcsi folyamatot megfogalmazó történéseket, ezt mind kidobta a posztmodern, és azt mondja, hát Lucia majd megmondja, hogy Luciának mi a bűn, vagy egyáltalán akkor a bűnről beszél, meg Pentaljel Attila. De hogyha nem tetszik ez a kifejezésben, akkor azt mondjuk, hogy ilyen nincs, és erről más ne beszéljen nekem. És úgy gondolom, hogy emiatt nem könnyű jelen lenni, de hát Jézusnak se volt könnyű jelen lenni az ő saját kortársai között. Nagyon nem. Ismerve, hogy mi történt az utolsó időben, többek között akkor is. De vajon, hogyha... Most megbeszéltük, hogy a fiataloknak a bűn az vajon mit jelent. Elavult a mai gondolkodásmódban a 10 parancsolat gondolatköre? Mert hogy mi a bűn, akkor nekem rögtön a 10 parancsolat merül föl. Úgy gondolom, hogy Isten igéje, ez az én személyes hitvallásom, ezzel vitatkozhat más, az én személyes hitvallásom az, hogy Isten igéje örök. Tehát, hogy nem avul el. De a korunkban azt, hogy bűn, az emberek nagy része nem érti. De hogyha akár beszélnénk arról a kérdéskörről, amit a bűn fed le, akár úgy, mint függés, az már sokkal kézzelfoghatóbb. Mit jelent függeni a munkahelyemtől, a munkáltatomtól, a főnökömtől, hogy nem napi 8 órát kell dolgozni, hanem 16-ot. Hogy a fizetésem miért nem követi, miért nem szólalok fel, ha felszólalok, milyen következményei lesznek annak a munkahelyemen. Függök. Nagyon sokaktól függünk. Politikai függés.
Ez lehet politikai függés, ez lehet különböző szerektől való függés, emberektől való függés, a közösségnek való megfelelésnek a kényszere, hogy a hát baráti, vagy nagyon laza baráti, vagy ilyen, régen ezt így mondtuk, hogy ilyen haveri körökben függök a véleményüktől, mert én nem tudom megengedni, hogy abba az étterembe menjek, már kilógok, már esek ki a környezetből. Tele van függéssel a szerektől, a gyógyszerektől az életünk, és Magyarországon meg nagyon megosztott a társadalmunk, és a rendszerváltás után a politikai pártoknak, és nem tudom, hogy van ebben kivétel, mindegyiknek van része ebben, hogy nagyon megosztott a társadalom, politikai vélemény, már kérdezni sem lehet, mert ha valaki kérdez, akkor azt már, arra már ellenségnek tekintenek. Politikai, egyéb etikai kérdésekkel bombáznak szét családokat, baráti társaságokat, és nagyon nehéz értelmesen beszélni napjainkban, úgyhogy ne azonnal egyik-másik fél is a szekértáborába ugorjon be, és onnan kiáltozzon át a másikhoz. Márpedig ahhoz, hogy fejlődjünk a személyiségünkben, gondolkozásunkban, találkoznunk kell a másik véleményével. Vagy megpróbálni elfogadni, hogy hát, megpróbálni megtudni, hogy ő miért gondolkodik úgy. Egyrészt megtudni, utána nagyon jó, hogyha készek vagyunk megérteni, hogy miért gondolkozik úgy, és a másik a gondolatai vagy elbizonytalanítanak, és rámutatnak arra, hogy hát mennyi előítélet, meg sok minden volt akár az én véleményemben, vagy pedig épp kiforja azt, hogy igen, ezt a kérdést, ebben a kérdésben bizonyosabban állok már. És nagyon jó, hogy utalt arra, hogy megérteni, hogy ki miért olyan, amilyen. Erre egy régebbi példát hadd mondjak, hogy egy alkoholista bement a lelkész hivatalba Budapesten, és kért pénzt, mert hogy ennivalót akar venni. És ott volt a vezető lelkész, meg a beosztott, és a vezető lelkész adott neki pénzt, és áldást mondott rá. Mikor kiment, megkérdezte a beosztott, hogy miért adott neki? Hát egyértelmű, hogy a kocsmába viszi, és elissza. És a vezető lelkész azt mondta, hogy tudod, ha én is olyan ágról szokat lenne, mint ő, lehet, hogy én is a kocsmába vinném elérni. Egy picit csak úgy belelátni a másik sorsába, mert könnyű ítélkeznem, jól lakottan, felöltözve, fűtött irodából, a másikon, aki kint él az utcán, hogy miért nem tudja másképp irányítani az életét. Ezzel nem azt támogatom, hogy kocsmába vigyék az emberek a pénzt és az adományt, csak arra szerettem volna reflektálni, amit mondott, hogy megérteni a másikat. Mert amikor már kezdem megérteni, akkor kezdem megérteni azt az utat, amelyen ő odaérkezett, ahol van. És advent valójában az útról is szól. Egyrészt Jézus érkezik, az egy út, másrészt várom, készülök. Ennek a zenés irodalmi esnek az a cím, hogy díszítsétek a szíveteket, tehát én is járok egy úton, és hát az a csodálatos, amikor ez a két út, Jézus útja és a mi útunk, az én utam, ez én utam összetalálkozhat. Ezek mennyire mély gondolatok, és szerintem elgondolkodhatunk azon, amit az előbb hallottunk, de nagyon sok gondolat merül föl bennem, és jó lenne folytatni majd ezt a beszélgetést, amikor már túl vagyunk karácsonyon, és amikor már ezek a gondolatok úgy feledésbe merülnek, akkor is jó lenne egyszer-egyszer úgy filozófikusan, de a Szentírás mentén utat találni, hogy vajon mi az a mezsgye, amerre nekünk a keskeny úton haladni kell, mert a széles úton könnyű menni. És hogyha kinyitjuk a televíziót, akkor ez ömlik a szemünkbe, azt gondolom. És olyankor fölmerül bennem, hogy de hát miért? Tehát miért ezt adjuk enni szellemi táplálékként az embereknek? Tehát ehhez is kell egy bölcsesség, hogy valami módon meglássuk azt, hogy mi az, ami bennünket épít. Úgyhogy talán advent erről is szól,
Nem tudom, hogy minden alkalommal, amikor a református templomban összegyűlnek a testvérek, akkor remélhetőleg most a várakozás idejében az öröm is felfakad, és hogy évközben is, miközben kint mindenféle zűrzavar van, oda bent azért mégiscsak. És ezt nagyon remélem, hogy megtapasztalják és megélik azok az emberek, akik eljutnak a gyülekezetbe, eljutnak a templomba. Szeretnénk, de hadd fűzzem tovább a gondolatait. Ez az örömhöz nemrégiben hozta valaki János evangéliumából Jézusnak az első csodatételét, amit az evangélium nem csodának, hanem jelnek nevez, tehát egy jel, ami valamit jelez, valamire előre mutat. Ez pedig a kánai mennyegzőn történt, amikor Jézus a vizet borrá változtatta, a vőlegény családja volt a vendéglátó, elfogyott a boruk, és Jézus ezt látva, érzékelve vizet merítetett az ott levő ilyen nagy kőedényekbe, ilyen 6-700 liternyi vizet odahordtak a szolgák, és a vizet borrá változtatta, és ugye legkézenfekvőbb, hogy igen, mert Isten azt akarja, hogy örüljünk. De sokkal többet akar Isten az örömnél, mert például ez, amikor Jézus ott a vizet borrá változtatta, nem csak arról szól, hogy jó bort igyanak, és most jó értelemben ragyogjon a szemük meg az arcuk. Megrészegedjenek. Nem a lerészegedés, de hogy nagyon jó élettani hatásai vannak a jóbornak. Tehát nem csak ezt akarja, hanem előre mutat, hogy nézzétek, sokkal többet készített Isten. Azt, hogy ott legyetek az ő közelében, az ő országában. És ha szabad ezt a bor hasonlatot használni, ugye szokták mondani, hogy hát vizet prédikál és bort iszik valaki, így negatívan, hogy egészen más beszél, mint ahogy él. És erre akkor most mit csináljon a lelkész, akkor vizet prédikáljon és vizet igyon? Hát ez egy ilyen nagyon keresztelő Jánosos, ilyen aszkéta élet legyen, vagy prédikálja a bort, hogy Isten milyen áldást készített számotokra, és leéljétek örömötöket itt ebben a föld életben, mert ez Isten akarata, de ő úgymond igyék vizet, és ő pedig ilyen aszkétaszerűen ilyen minden örömtől távol tartva magát. Jézus pedig itt élt ezen a földön, ő bort ivott, és bort prédikált. Tehát az Istennel való közösségből az élet kiteljesedését prédikálta, és itt a kánai mennyegzőn ez a vízből, amikor bor lesz, ezt jelképezi, hogy nézzétek, mit készített el számotokra. Egy teljes életet, igen, és az örömnek helye van és része van ebben az Istennel való teljes életben. Miközben én most el is köszönök a kedves nézőktől, mert hiszen szeretném, ha folytatnánk beszélgetéseinket. Hát, ha valakit megérint, és akkor már nem voltunk itt hiába. De szeretnék magam részéről elcsendesedni, és átadni a lehetőséget önnek, hogy a kedves nézőktől úgy köszönjön el, ahogy most a lelke indítja rá. Egyrészt meghívjuk még egyszer a kedves tévénézőket a Szarvasi Református templomba december 17-én 17 óra 15 perckor díszítsétek a szíveteket. Ez a címe az ünnepvárásnak, és én most azzal búcsúzom, hogy díszítsétek a szíveteket, és Attilái a végső szó ezen a mostani beszélgetésen. Köszönöm szépen, és mivel a beszélgetésünk alatt többször előkerült az út, hogy úton vagyunk, hova tartunk, milyen sok erőt tud adni azt, hogy látjuk a célt, hogy hova akarunk megérkezni. A karácsonyi evangéliumból a napkeleti bölcsek történetét hoznám ide önök elé példaként. Amikor érzékeljük, hogy napjainkban nagyon-nagyon sokan útra kelnek, utaltunk már rá, hogy a szenvedés a háború elől menekülve, vagy épp a megélhetésért, tudjuk azt, hogy a családunkból, családtagjaink, barátaink közül milyen sokan dolgoznak külföldön a megélhetésért, vagy a jobb, vagy a könnyebb megélhetésért. A napkeleti bölcsek története pedig ennek az ellenkező előjelű útját adja elénk, amikor nem a jobb életért indultak el,
nem azért indultak el, hogy majd kényelmesebb legyen nekik, nagyobb biztonságban élhessenek, hanem nagyon veszélyes, fáradtságos utat vállaltak, hónapokon keresztül vándoroltak, zarándokoltak, mert megértettek valamit abból, hogy Isten egy üzenetet küldött a láthatatlan világból, Isten egy üzenetet küldött számukra, és ők ezt úgy dekódolták, hogy megszületett a világnak a megváltója. És ők, akik a társadalmukban megbecsült emberek voltak, előkelők, jómódúak, gazdagok, elindultak és addig mentek, amíg egy istálóban, nagyon szegényes körülmények között rátaláltak Jézusra. És tulajdonképpen látjuk, hogy ekkor teljesedett be az életük ebben a találkozásban. Azért imádkozom, hogy Isten segítsen önöket, segítsen engem is egy ilyen úthoz ebben a mostani adventben, hogy valóságos találkozásunk legyen azzal a Jézussal, aki Isten fiaként valóságos ember lett, valóságosan meghalt és feltámadt, hogy rátaláljunk, és vele az életünk kiteljesedjék. Egy olyan életté, amelyet a halál sem tehet tönkre, egy olyan életté, amely egyre inkább gazdagodni fog az Istennel való közösségben. Áldja meg Isten így mindannyiukat ebben az adventben. Amen. Isten velünk, viszontlátásra. Viszontlátásra.